Mi a szinódus? A szinódus szó a görög együtt haladni kifejezésből ered. A püspöki szinódus a világ püspökeinek találkozója, akik Róma püspöke köré gyűlnek az együttműködés lelkületével, hogy olyan témákról elmélkedjenek, amelyek az egész egyház számára fontosak. Két típusa van a szinódusnak. Rendes vagy teljes szinódust meghatározott időközönként tartanak. A rendkívüli szinódust sürgős esetben hívják össze. Tehát, miről szól a 2014-es szinódus? A szinódust, amelyet október 5-e és 19-e között Rómában rendeznek, Ferenc pápa hívta össze. A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében címmel. A püspökök a világ minden régióját képviselve érkeznek Rómába, hogy megosszák a pápával és egymással az elképzeléseiket és tapasztalataikat az emberekről. Harminchatan képviselik az afrikai családokat. 38-an képviselik az amerikai családokat. 29-en képviselik az ázsiai családokat. 78-an képviselik Európa és Vatikán családjait. 4-en képviselik az óceániai családokat. A 2014-es szinóduson a püspökök mellett részt vesznek házaspárok, szakértők, megfigyelők, küldöttek. Milyen a szinódus folyamata? A szinóduson nem próbálnak politikai konszenzusra jutni. Ez nem a parlament. A cél sokkal inkább az, hogy meghallgassák egymást, hogy információkat, tanácsokat és elképzeléseket osszanak meg. A szinódus során a pápa a püspökökkel olyan irányt keres, mely az egész egyház valóságára reagál. Tehát meddig tart ez a folyamat? A szinódus következtetéseivel a püspökök hazatérnek és megvitatják azokat a közösségeikkel. Majd egy év múlva visszatérnek Rómába a 2015-ös szinódusra. A 2015-ös szinódus után a püspökök benyújtják a pápának javaslataikat. Ferenc pápa kiértékeli indítványaikat, majd hivatalos útmutatást ad a világegyháznak. Csatlakozz a szinódusi atyákhoz és Ferenc pápához, és imádkozz a szinódusért. A Szentlélek vezesse a pásztorainkat. Ámen. Kövesd a szinódust a Twitteren. Minden információt megtalálsz a Vatikán tematikus oldalán és a Bonum TV híradásaiban.